Már javában folynak a munkálatok, hamarosan rajtol a 2024-es Fezen Fesztivál. A jövő hét szerdán induló rendezvény területén már elkezdték építeni a kültéri színpadokat. A zsúfoltság miatt a szervezők úgy döntöttek, a Fezen Klub helységét ezúttal nem használják a fesztivál ideje alatt, inkább kintre helyezik át ezt a koncerthelyszínt. Pár nap és ezen a mögöttem látható, egyelőre még épülő nagy színpadon fog a közönség elé lépni, például az Avantasia a Fezen Fesztiválon. A szervezők idén két kültéri nagy színpaddal is készültek, hogy a látogatók a szabadban élvezhessék a koncerteket. Sőt, arra is ügyeltek, hogy mindenki megtalálja a számára megfelelő zenei stílust, így míg ezen a színpadon a metálé lesz a főszerep, a másik helyszínen a popposabb zenekarok fognak fellépni. Persze ezen kívül továbbra is maradnak a fesztiválsátrak és a többi parti helyszín is. A szervezők elmondták, az idei évben kompaktabb helyszínen, a színpadok között kisebb távolságokkal készül a Fehérvári Fesztivál, hogy a hangsúly a zenén legyen, ne a gyalogláson. Természetesen július 31-től augusztus 3-áig idén sem maradhatnak el az akár többszörösen visszatérő hazai és külföldi előadók. Pubban természetesen ki kell emelnem a Scootert, aki ugye már egy háromszoros visszatérő. Ugye most idén pótoljuk be a 2008-ban elmaradt ATB-nek a DJ-szettjét. Természetesen itt van a hazai popszakma krémje, Majka Halottpénz, Korda Gyuri, Jude Law, Pogány Induló, stb. Rock metalban természetesen hasonlóan erős, hiszen először játszik a Fezenen ugye az Avantasia, ez egy kifejezetten minőségi opera metal. A közlekedés szempontjából arra kérik az autóval érkező fesztiválozókat, hogy tájékozódjanak előre a forgalomkorlátozásokról, és lehetőleg a déli összekötő felől érkezzenek, hiszen az Újváralja sor és a takarodó út egy része le lesz zárva. Az előadók listájáért, a programokért és a részletes információért látogassanak el a www.fezen.hu oldalra.